Március 14-én most már hagyományosan minden évben megemlékezünk a Pilvax nevű megemlékezéssel. A Székelykör és az önkormányzat szervezésében ilyen kötetlen megemlékezés, ahol asztalok mellett bor és néhány rákcsálnivaló mellett meghallgatjuk a igen magas szintű művészi előadásokat. Március 15-én a 48-as forradalomra emlékezünk, és mindenképpen én azt gondolom, hogy a mai fiataloknak, elsősorban a fiataloknak kell, hogy tudják, hogy volt egy olyan pontja a magyar történelemnek, amikor a szabadságukért kiálltak. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezért nem baj, hogyha minél több fiatal hallja ezt. Hál' Istennek az iskolákba is megemlékeznek március 15-éről, és hát ezzel a Pilvax megemlékezéssel, ezzel is szeretnénk minél több fiatalt és idős embert is ide vonzani. Vörös Marti Mihály, harci dal. Azért, hogy a szabadság vérben fürözti zászlaját, azért, hogy szent nevére hálátlan s gazvész kiált. Ne lássam, ó dicső hón, halványan arcodat, vagy drágán megfizessék-e halványságodat. A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága földszínét borítsák szerte szét a pártütőknek véres csontjai. A fondor hatalommal rabló zsivány szövetkezett. S a név szívében mérget, undok koholmányt ültetett. S a nép, melyet szabaddá emeltél föl veled, most írtó háborút kezd. Ó, nemzet, ellened! A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága földszínét borítsák szerte szét a pártütőknek véres csontjai. Alant apáink sírja, itt minden rög, minden fűszál miénk. Egy ezredéves harccal véráldozattal öntözénk. Magyarnak lelke áll ölt minden fűszál felett. Magyarnak lelke karja véd minden porszemet. A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága fölszínét borítsák szerte szét a pártütőknek véres csontjai. Isten világ ítéljen. Ha vétettünk is valaha, kiszenvedünk, s megadtuk embernek a mi ősjoga. Zászlónkon a szabadság és függetlenség ragyog. Vész és halál reá, ki ez ellen fegyvert fog. A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága földszínét borítsák szerte szét a pártütőknek véres csontjai. Helyet, koporsót visz a szekér, benne fel.
könnyege, bajtársai kivont karddal követik, fájdalmuk van, olykor meg is könnyezik, nincs harangszó, csak pár ágyú dörren is, ennyi bűn áll a tűzéri temetés, zöld erdőben fekete sír domborul, aki látja, szívében megszomorul. Fák tetején hús csalogány úgy beszél, szabad földben nyugszik egy honvéd tüzér. Fák tetején hús csalogány úgy beszél, szabad földben nyugszik egy honvéd. Széchenyi veti fel a nemzeti kaszinó gondolatát 1827-ben, de 1830-tól lesz általános és kap épületet a nemzeti kaszinó. Podmanicki Frigyes tudósítása egy Széchenyi bálról, nagyon izgalmas. A bált egy ifjú grófnéval, gróf Almási Móricz nyitotta meg, s egy röviden tartott keringő után járták egymás után a táncrendben megjelölt táncokat, melyeknek minden második a francia négyes volt. Bekövetkezett a szűnóra. Gróf Széchenyi István a középső nagy csillár alatt megállván, egy véle ösmerős, tisztességes, koros úr mély bók mellett azt mondá neki: Excellence, még ilyen szép bálja nem volt kaszinónak egy sem, s az a francia négyes valóban nagyon szép tánc. Mire a gróf azt válaszolá: valóban szép a bál is, a francia négyes is, hanem uraim, különös dolog előttem, hogy itt szebbnél szebb idegen táncokat táncolnak, de a legszebb táncot, a mi magyar táncunkat nem. Nincs a táncrendben, szólt egy erős hang a sokaságból. Éppen ez a hiba, válaszolta gróf arra fordulva, s én nem értem, miért ne lehetne itt a magyar táncot szint úgy járni, mint azokat a többieket. Csend lett, nem szólt senki. De a gróf környezetéhez fordulva kérdezi: ugyan uraim, nem ismernek valakit az itt lévő ifjú urak közt, ki a magyar táncot el tudná most itt a szűnóra alatt járni? Arcipista! Kiáltott fel valaki nagyon éles hangon a tömegben. A gróf nem értette, hogy mit jelentsen ez, de megmagyarázták neki, hogy az ifjú Orci István igen jó magyar táncos, s nagyon szépen tudja járni a gyöngyösi kapás legények táncát. Ez kell nekem, szólalt fel a gróf élénken, s ösmerőseitől tudakozá, vajon nem tennie meg a báró azt, hogy egy rövid táncot eljárna. Igen szívesen, felelte a báró nyájas mosollyal, de hol a muzsika, tette hozzá. Mind egymásra néztek szótlanul, de mihamar ugyanazon ifjú mágnás felkiáltott a zenekarhoz: Morelli,
Ő kegyelmessége kérdezteti, hogy tudná-e valami magyarost játszani. Igenis szolgálatára, de a kótákat nem hoztam magammal. Hát csak hozassa el. És valóban igen rövid idő alatt elhozták a kótákat, kiosztották a partitúra egyes füzeteit, és ráhúzták, vagyis hogy ne rágalmazzak, elkezdték járni Biharinak egymagában véve klasszikus palotás magyarját. Szegény Bihari, bejó, hogy egy ölnyi vastagságú föld van a koporsót fölött. Húzták, a német zenészeknek majd kidüllett a szemük, úgy nézték a kótákat, de bizonnak nem volt se füle, se farka, sem értelme, úgy, hogy a báró némi várakozás után mosolyogva ezen szavakkal fordult a grófhoz, excellenciát, ezen táncolni nem lehet. És meglátszott rajta, mennyire hiányzanak neki azok az egyszerű, gyöngyösi cigányok. Magam is úgy látom, válaszolta a gróf, de az nem baj, a legközelebb. Ez alatt a fekete szakálú hegedűs hamarjában megmutatta saját hegedűjén a pápaszemes német muzsikusoknak, hogy melyik hangnemből kísérjék, s felkérte, hogy ne rángatva, hanem mint a cigányok, vontatva, húzva, cigányosan kontrázzanak neki. Ez gyorsan meg is történt, s rövid néhány perc múlva a rögtönzött prímhegedűs csak ugyan ráhúzta, mégpedig magyarosan, a Martinovics nótáját. A másodszori játszásnál annyira belejöttek a német kontrások, hogy báró Orci maga mondta a szó nélkül álló grófnak. Megpróbálom. Tánca gyönyörű volt. És amint a zene időről időre mindig javult, ő is mindig derültebb arccal, s jobb kedvel járt, úgy, hogy utoljára maga is neki melegedett, ugyancsak megraktak.